megkapták végre a várva várt fizetésemelésüket, de az öröm csak addig tartott, amíg nem látták meg a fizetési papírjukat. Milyen volt az első élmény? Azt kell mondani, hogy sok ezer dolgozó többet kapott szeptember 1-től kezdődően, mint azelőtt. Viszont van a dolgozóknak egy réteg, a fiatal szakorvosok, akik régen támogatást kaptak, a béremelés nem érte el a támogatás összegét, miközben a támogatást pedig elvonták, habár annó ez tavaly indult, 5 évről beszéltünk, hogy ezek a fiatal szakorvosok, szakvizsgázott kollégák 5 évig fogják kapni a támogatást. A támogatás nélkül és a béremeléssel több 10 000 forinttal visznek haza kevesebbet, mint eddig, és van egy szűkebb réteg, egy pár tucat ember, akik a sürgősségi orvosképzésben szereztek szakvizsgát. Nagyon fontos az ő jelenlétük, hiszen kevés sürgősségi orvosunk van. Ők 130 000 nettó forinttal keresnek kevesebbet béremeléssel együtt, mint amennyi az ösztöndíjuk volt rezidensként. Tehát ha minket is bevontak volna a bértárgyalásokba, akkor elmondhattuk volna ezeket a gondolatainkat, ezeket a javaslatainkat a kormánynak, a döntéshozónak, és akkor nem vegyült volna üröm az örömbe, hiszen mégiscsak örömteli, hogy lett béremelés, de sajnos vannak ilyen szépséghibái, ami az egyes munkavállaló életében igen komoly jövedelemkiesést jelent. Tehát akkor a béreket megemelték, viszont az ösztöndíjat, amit 2015-ben kaptak, azt elvették önöktől, és annak ellenére, hogy nagyjából azonos a béremelés mértéke és az ösztöndíj, mégis kevesebb lett a fizetés. Rosszul tudom? Nem azonos, hiszen az ösztöndíj 150 000 bruttó forint volt, a béremelés 107 000 bruttó forint egy szakorvos tekintetében. Az igaz, hogy az ösztöndíj nem számított bele az alapbérbe, így az ügyeleti díjak számításába, míg a béremelés beleszámít, és ha jövőre újra megkapjuk ezt a 107 000 forintot pluszba, ahogy az ígéret volt, akkor valójában mindenki a pénzénél lesz körülbelül, kivéve a sürgősségi szakorvosokat, akik még így is jóval kevesebbet fognak keresni, mint rezidensként. Itt nem olyan rengeteg munkavállalóról beszélünk, mint hogy összehasonlítjuk a szakdolgozókat, az orvosokat, akik kaptak béremelést, de mégiscsak, ahogy mondtam, üröm vegyül az örömbe, és ezt elmondhattuk volna, hogyha szélesebbre nyitják a tárgyalóasztalt a béremelése kapcsán. Nem félő, hogy most még több orvos fog kivándorolni, hiszen többen azért maradtak itthon, mert hogy megkapták ezt az ösztöndíjat? Ezek mindig azok a bizonyos cseppek a pohárba. Hogy kinek lesz ez az utolsó csepp a pohárba, azt nem tudjuk megmondani. Semmiképp sem hordoz jó üzenetet az, hogy van egy 5 évre szóló ajánlat, szerződés, mint a fiatal szakosoknak járó támogatást, és ezt egy év után megszüntetjük, úgy, hogy nem kompenzáljuk ezeket a szakorosokat. Itt nem olyan sok pénzről beszélünk, ezt meg lehetett volna oda, hogy megkapják a béremelést és a hiányzó összeget, pedig kapják ugyanúgy támogatásként vagy ösztöndíjként jövő évig, amikor megjön a béremelés második lépcsője, és akkor mindenki nagyjából megkapja ugyanazt a bért, mint kapott rezidensként, de még ez is egy kicsit furcsa helyzet, hiszen szakorvosként 2 év múlva fogok annyit kapni, sokkal nagyobb felelősség és munkaterhelés mellett, mint rezidensként. Tehát egy picit azért az ütemezéssel gondok vannak, mind a mellett hangsúlyozni kell, hogy örülünk, hogy van ez a béremelés. Kicsit most azt érzem, hogy olyan ez, mint a bankok esete, hogy gondolnak egyet, és akkor egy tolvonással eltörölnek mindent, és kész, ennyi volt. Én inkább azt mondanám, hogy van egy jó szándék, csak valamilyen oknál fogva olyan tanácsadókra hallgattak újfent a bizonyos reprezentatív szakszervezetek, akik nem látják át valójában a dolgozóknak a problémáit. Mi többször jeleztük azt a szándékunkat, hogy leülnénk a tárgyalóasztalhoz konstruktívan, valamilyen oknál fogva erre nem tartott igényt a döntéshozó. Sajnos akkor az van, hogy a maga munkavállalók jelzik nekünk, jelzik a sajtónak is, foglalkozni kell ezzel a problémával, de a rezidensek és szakorvosok szakszervezete áll a konstruktív tárgyalások elé, hogy megoldjuk záros határidőn belül, hogy ne menjen el több orvos az országból. Köszönöm.